Az ingatlan értékesítésekkel foglalkozó portál táblázata szerint idén is a megyeszékhelyen érezhető leginkább az áremelkedés. Nyíregyházán jelenleg 469 ezer forint az átlagos négyzetméter ár, ami 29%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. De ugyancsak jelentős a drágulás Újfehértón, ahol 27%-os áremelkedés után 265 ezer forintot fizethetünk négyzetméterenként. Emellett jelentős emelkedés látható Mátészalkán és Nyírteleken is, ahol 14%-kal kerülnek többbe az ingatlanok. A szakember szerint az általános infláció és a szomszédban dúló háború egyaránt hozzájárul az ingatlanpiaci árrobbanáshoz, mivel az év elején sokan az ingatlan vásárlásba fektették pénzüket. Egyrészt a háborús helyzet minden időben az olyan tartós befektetések felé irányítja az emberek figyelmét, mint például az ingatlan, vagy a nemesfémek, arany, ezüst, vagy más befektetési formák, amiket biztosra vesznek az emberek, hogy ez tartja az értékét. Másrészt pedig a szomszédos országból rengeteg menekült érkezik, akik közül jó néhányan közép és hosszú távon képzelik el jövőket Magyarországon, és nem szeretnének az eredeti otthonuktól távol letelepedni. Ez pedig azt is okozza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy akik Ukrajnából érkeznek, ott nem csak a kiadó ingatlanok piacán keresik a lakhatási megoldásaikat, hanem sokan döntenek az ingatlan vásárlás mellett is. A szakember úgy véli, nem érdemes megvárni az év végét azoknak, akik piaci hitelből terveznek ingatlant vásárolni, mivel a kamatszintek olyan mértékben emelkednek, hogy az év végére akár több 10 000 forinttal is magasabb törlesztő részletet fizethetünk a jelenlegihez képest. Ráadásul az elszabadult építőipari árak az ingatlan árakban is visszatükröződnek. A felpörgő infláció leginkább az ingatlan piacon az építőanyagárak drágulásában érződik, tehát rövid távon ide gyűrűznek be leghamarabb a magasabb árak, és hogyha nőnek az építőanyagárak, akkor az meg leginkább az új lakások eladási árában mutatkozik meg először. Ez pedig azt a furcsa helyzetet okozhatja, hogy folyamatosan egyre nehezebb helyzetben vannak az ingatlan vásárlók, egyrészt a gazdasági bizonytalanság meg a növekvő kamatok miatt, ugyanakkor az új lakások ára vélhetőleg robbanásszerűen növekedhet, pontosan a megnövekedett építőanyagárak és a növekvő munkaerőköltség miatt. A gazdasági szakértő arra számít, hogy a közeljövőben nem fogják olcsóbb áron adni a lakásokat. Sőt, az is valószínű, hogy az új építésű ingatlanok beruházását sokan inkább elhalasztják. Jó hír azonban a családot tervezők számára, hogy az államilag támogatott hitelek, a csok, a babaváró hitel, valamint a falusi csok jelenleg is elérhetők, és várhatóan a közeljövőben is igényelhetők maradnak.